18. hét, tiszteletem a hölgyeknek, üdvözlöm az urakat. Most pedig ideje lenne már nagyon permeteznünk a szőlőt különböző gombabetegségek ellen, mint például a kandida gomba. Peronospora, illetve liszharmat, erre van egy nagyon jó kis szer, ezt már az előző videón bemutattam. Ridomie Gold a neve, és 40 g-os kiszerelés, 10 liter, ez én 5 gram, 5 liter víz nekem elég bőven, így hát azt fogom most összekeverni, ez felszívódó hatású, illetve kontakt is kinyesi a gombát, illetve védi még majd a növényt az elkövetkezendő hetekben, így már öntöm is bele, előkészítettem itt mindent, itt a varázspálca, megkeverjük jó alaposan, és kiuttatjuk a növényre. Illetve még hajtásválogatást is fogok végezni, mint látjátok ott is. Tehát nyilván majd a tövéről ott le fogom törni a hajtásokat, illetve a leveleket, és már csak ott fent hagyom meg. És még van ilyen nonit nevű vackom, amit hozzá keverek, és akkor jobban rá fog tapadni a növényre. Így hatásosabban fel fogja szívni a permetet. Mondom, olyan pipa voltam, hogy most már itt kiforgattam. És itt van talajfertőtlenítő, ez se nyírja ki, pedig tegnap rotáltam be. Itt megy. Csak egy valami segíthet. Ujjjá. Itt belocsolom a területet, hát hogy jobban hat ez a szer, az sem elképzelhetetlen, hogy a tavalyi szezonban hozzászoktak esetleg ehhez a vacakhoz a férgek, és hát most fellocsolom, és megnézem majd a járatokat. Pedig csak úgy random ástam egy lyukot, mert ideges voltam, azt pont elkaptam egy ilyen jó kis 6-8 centis kis versenyzőt. Ebből áll az életem, ezeket a férgeket kergetem, itt az egész nyarom erről szól már. Kéne valami lóféreg detektor. Hő kamera. Az esti zsíros kenyérhez ideje kijönni egy kis új hagymáért, ami még őszi vetésű. Nézzük meg, hogy mit értünk el. Mondjuk nézzünk meg egy ilyet. Így. Azért egész jó. Nézzük ezt is meg. Nagyon jó, már kezd fejesedni. És végül ezt. Ez a három elég lesz. Azért egész jó néznek ki, szerintem, hogy megyek is. Csak mondom, bemutatom már nektek a termést. Ez viszont a pikadornak a hatása, amit láthattok, mert tegnap belocsoltam ezt a szőlőt, és ez itt vergődik, ott meg ott van a barátja. Csak hatásos, de azért nem sokára segítek rajtuk. Sokszor reggelent így kiszoktam jönni, és szétnézek, hogy mi történik reggelre, és annyit már itt észrevettem, a két kiültetett tesz paradicsomnak kampó, hát illetve ez sincs a helyzet magaslatán, mint látjátok, tehát még csak hideg van, így megállapítom, így főnökbe, hogy még várni kéne, így hát nem fogok kiültetni semmit május 15-ig, meg fogom várni a melegeket, mert tönkre megy itt mindenféle növényem. Hát kis retkem itt bújik kifele, minden nap locsolom, nehogy befásodjon, és most nézem, itt már van egy dinnye csapat, de már itt is végre elkezd bújni kifele a Crimson Sweet nevű dinnye. Ezek pedig még itt a legelső tesztalanyaim, ezek a paradicsomok. Ez már egy hete ki van ültetve, és látjátok, hogy nem nő, mert hideg van. Tehát itt a bizonyíték, hogy nem éri meg kiültetni.
meg kell várni azokat a tartós 20 fokos hőmérsékleteket, illetve az éjszaka sem menjen szerintem olyan 10 fok alá, mert azt nem nagyon díjazzák itt a növénybarátaink. És a nagy tűzvész után még ezt meg akartam mutatni, hogy milyen szépen rendbe jöttek itt a saláták, illetve a fokhagyma is már lett itt, vagy 4 emelet magas, mint látjátok, mert nagyon pipa lett, hogy itt leégetődtek ezek a levelei, és itt úgy gondolta, hogy hoz még itt egy párat, és most megmutatta. Ezt azért meg akarom mutatni, hogy a zellerem az már kijött. Jó, petrezselymem itt van, így néz ki, még ilyen pici. Lassan majd lehet itt gazolgatni a dolgokat. Itt is bújnak kifele, hát ez még nagyon, nagyon kis gyerekcipőben jár. De jó lesz, hát tudjuk, hogy a petrezselyem nem a növés gyorsaságáról híresült, ugye a 3-4 hetes keléssel, de meg kell várni, és jó lesz az. Az az uborka is már kibújt jó egy hete körülbelül, és meg is mutatom, hogy körülbelül ugyanúgy néz ki, mint kinézett, mert hideg van, ez magától bújt ki, nem én ültettem ki, és ennyit fejlődik, tehát ez is mutatja, hogy még az éjszakák nagyon hidegek. Illetve erre a szőlőre leszek még kíváncsi, ezeket mikor metszettem, ezek ilyen nagyszemű fehér szőlők, fogalmam sincs, milyen neve örököltük. Ledugtam őket, annyira sajnáltam, és napi szinten elárasztom azt a kis medret, és most ez vagy megmaradt, vagy még a venyigébe volt ennyi erő, hát meg fogjuk látni, hogy hogyan érzi magát. A múlt heti videóban nem is mutattam, hogy beleraktam ide egy ilyen eperfa ágat, mert ezt megmetszettem nagyon. Látszik is, nem sok minden maradt belőle. Nagyon árnyékolt és nem akartam, itt meg már nagyon magasra nőtt. Addig meghagyom még ez a cseresznyefa, nem fog itt nagyobbra nőni, illetve már hoz innen is hajtásokat. Még az is lehet, hogy majd innen le fogom metszeni, és egy ilyen kis mini fát fogok belőle nevelni, majd meglátjuk, mert azért csak jó csemegézgetni, és akkor itt el fogom majd metszeni. De az a lényeg, ami lényeg, hogy a ágat beraktam a fásba, és így ki volt hajtva. Na most én ezt nagyon megsajnáltam, kicsit visszametszettem, és már itt egy hete vízbe áztatom. Hát, hogy lesz-e belőle valami, nem tudom, de olyan, mintha itt kezdene, hát, vagy gyökérkezdeményeket hozni ezt-azt. Majd meglátjuk, mi lesz belőle. Az a ördögi tervem, hogy van itt egy játszótér a közelbe, és hogyha ez sikerül, akkor majd oda ki fogom ültetni. Nem biztos, hogy gyökerezik, csak ráér itt lenni magának. És ugyanezt a trükköt csinálom itt a sárga barack fámmal, amit így megmutatok nektek, hogy eléggé halálám van. Lecsippantottam belőle egy, szerintem annak annyi is egy kis ágdarabot. Hát most, hogy ez ki fog-e gyökerezni, azt nem tudom. De így vízben még ez bírja. Elmondom, hogy esélyt adok neki. Itt a kúton hagy figyelgessen, és van esélye, hogy gyökeret ereszt. Hát csak úgy, na. Krumpli héja komposztból, azért eléggé ott van. Azt meg fogom hagyni, lehet mind a kettőt, és megnézzük, mennyi termés lesz a krumplihéjból majd ősz környékén. A palántáim így néznek ki, hát nem egy nagy szám. Paprikákat már nem merem kivinni, mert nagyon megsínlették itt a kivitelgetéseimet. Most egy kis pétisós vizet kaptak, lehet, hogy jót tett viszont nekik, egész jól néznek ki, de nagyon sokan elpusztultak. Hát az ellerjeim azok, mint látjátok, nincsenek a helyzet magaslatán, de egy kis paprikát ismét vetettem, azért jól is tettem, itt jött ki megint egy pár, hát a 11-es legkorábbit, hogy azért legyen valami, és az a legjobb az egészben, hogy én itt már azt sem tudom, hogy melyik milyen paprika, remélem nem csak én járok így, még az elején volt egy térképen, ha emlékeztek rá, még ez meg is van, talán erre a paradicsomra igaz még ez a kis zöld írásom. De most már itt is van paprika ezek, de fogalmam nincs, hogy mi, micsoda. Hát ezek is itt egészen nagyon gajra vannak menve, de uborkát is ültettem ismét, mert ami
vetettem, akkor mondjuk úgy vetettem, mert amik kint vannak, nem nagyon akarnak kikelni. Cukkini abszolút nem kell ki, nem tudom mi van vele, lehet, hogy még hideg van neki, vagy nem tudom, de ezekkel a paprikákkal mi történt? Nem tudni. Szóval most így nézek ki. Hát 15-ig biztos nem ültetem ki, mert még jönnek ilyen fagyok. Hát fagyok, de ilyen 4-5 fokok lesznek éjszaka, és azt szerintem ezek nem nagyon szeretik. Így hát még várni fogok, nem tudom, hogy még micsoda, hát majd meglátjuk, ha elkezd teremni. Ami viszont még nagyon jó hírem, hogy lóférek, dúrásokat nem nagyon látok, illetve amit láttatok az előbb, azt a kettőt, amit elkaptam, azon kívül nem nagyon van itt gond, semmi. Itt sincs, tehát itt pucér a föld, úgy nem nagyon látok itt, hogy baj lenne. Hát kukoricákat majd itt ki kell kicsit gazolgatni, azok is így jönnek kifele. De egyenlőre szerintem ennyi. Abból a millió sóskából alig van egy pár, hogyha itt megnézitek. De mindegy, annyi baj legyen. Itt pedig van a másik paradicsom csapatom, ezek itt ketten vannak. Ezek is megálltak a növekedésben, nincs értelme úgy látom kiültetni az egészet, mert nem fog fejlődni tovább, de itt még van egy kis dinnye, és itt meg örülök neki, hogy ez a komposztunkból egy kis cukkinit maradt még, legalább ez itt kijött, és lesz egy kisebb cukkinik, és a salátánk felmagzott tavaly, az pedig itt jól el van szorva, itt a krumpli földön, meg mindenfele. Hát azt majd itt szépen úgyis itt ki kell itt gazolgatni, majd a párat lehet meghagyunk, de minek nem tudom. Köszönöm szépen az eheti figyelmeteket. Búcsúzom ezekkel a képsorokkal, hogy reméljük, hogy itt elkezdi ez itt nekem ontani a gyökereket, és megmarad. Hát nem is hallottam ilyenről, utána se néztem, csak mondom, ha már ilyen szépen elkezdte itt hozni a hajtásokat, akkor miért ne? Úgyhogy hát, ha van esélyünk, és megadjuk az esélyt neki az újrakezdésre. Hát, ha sikerül. Még egyszer nagyon köszönök mindent, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Remélem velem tartotok. További jó hétvégét mindenkinek, és most már jövő héttől jönnek a nagy felmelegedések, és az iszonyat gyors kerti növekedések, ami majd szemmel látható lesz az uborkába, pari paprikát is majd ültetjük most már kifele. Búcsúzok még ezzel a sivár képsorokkal, ami nem sokára jól be fog indulni. És várjuk a krumpli bogarakat is szeretettel. Sziasztok!